Kakasvár egy déli irányban erősen lejtő, egyre keskenyebb gerinc alacsony legvégét foglalja magába. Észak felől a gerinc folytatásától 9 méter széles és 3 méter mély mesterséges árok védte. Az árok két vége alatt az árokból kitermelt, szétteregetett föld látható. A vár déli végét is árok védte, de ennek nagy része ma már csak terasz alakjában követhető. E terasz felett a belső terület déli végét rövid perem jelzi, de két hosszanti oldala terasz, vagy árok híján egyáltalán nem állapítható meg. A keskeny hegygerinc természetes, domború alakját mutatja. A vár hossza 19 méter, szélessége 10 méter körüli lehetett. Egész területét jól áttekinthető erdő fedi. A Szuhafői Református Egyház jegyzőkönyvében olvashatunk a Kakas család és a husziták rablásairól Zsuponyó-völgyi Kakasvárral kapcsolatban. A szomszédos, Borsod megyei Kazáról származó Kakas család, mint a környék egyik birtokosa, 1383 és 1488 között számos alkalommal szerepel az itteni hatalmaskodási perek irataiban. Ugyanakkor az a terület, melyben a vár nyomai vannak, egy 1522-i oklevél szerint ekkor még Kazához tartozott, így valószínű, hogy a vár ettől a családtól kapta a nevét. A várat jellege, kialakítása és alakja alapján középkori eredetűnek tartják. Azonban a vár és a kazai Kakas család kapcsolatát alátámasztani látszó adatok ellenére is kételkednek a kutatók abban, hogy a huszita korban e várból kiindulva háborgatták volna a lakosságot. Ugyanis a vár feltűnően kicsi, a természetes domborúságot mutató belső területe szinte a befejezetlenségre val. Lakosságának semmi jele sem volt felismerhető a területen.